Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatón elmondta, bár nehéz volt a 2021-es év, már nem volt az ország annyira eszköztelen, nem csak elszigetelődéssel, hanem oltással lehetett védekezni a koronavírus járvánnyal szemben. Ahonnan lehetséges volt, vakcinákat szerzett be a kormány, és sikerült az ország lakosságának 60%-át beoltani. A hangsúly a megerősítő oltáson és az 5-11 éves korosztály oltásán van most. A másik nagy dolog ebben az évben a gazdaság újraindítása volt. 1700 milliárd forintot fordítottunk beruházások támogatására, és összesen 1435 beruházás kapott a magánszektorban támogatást ebben az időszakban. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek köszönhető, hogy a foglalkoztatottság az Magyarországon elérte a válság előtti szintet. 4.688.000 dolgoznak a mai napon Magyarországon, és a munkanélküliségünk az 3,9%. A következő év terveit említve Orbán Viktor elmondta, továbbra is az oltás a legjobb védekezés. Az kiderült, hogy az Omikron variáns ellen új vakcinára van szükség, így a kormány 9,5 millió adagot rendelt ezekből. A miniszterelnök ismertette, 2022-ben olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetnek be, amelyek eddig nem voltak. A 25 évnél fiatalabbak nem fognak Magyarországon jövedelemadót fizetni. Ilyen a világon egyetlen országban van, Lengyelországban, onnan vettük át, a lengyel számokat ismerjük, hogy hogyan reagál mindenre majd a magyar közvélemény, azt jövőre tudjuk meg. Minden esetre azt egy komoly teljesítménynek tartom, hogy Magyarország ma egyszerre tud segítséget nyújtani a legfiatalabbaknak, 25 év alatti dolgozó fiataloknak, és a legidősebbeknek azzal, hogy a 13. havi nyugdíjat, nem csak annak második heti részét, hanem az egészet vissza tudjuk állítani már a következő év elején. Orbán Viktor hangsúlyozta, 2022-ben a harmadik oltás továbbra is kulcskérdés. Mint mondja, az emlékeztető oltást mindenki vegye fel, és kézenfekvő lenne a kötelező oltás, de azt szeretné elkerülni. Január végétől azonban harmadik oltáshoz kötik a védettségi igazolványokat, ha a helyzet romlik. A kormányfő újságírói kérdésre elmondta Novák Katalin, a Fidesz köztársasági elnök jelöltje.